Kedves nézőink, jó estét kívánok! Ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. 140 éves idén a nyíregyházi tűzoltóság. Ennek apropóján most a Vármegye székhelyen rendezik a Vármegyei Tűzoltónapot. A részletekről később, de előtte jöjjön a teljes kínálat, hogy mivel foglalkozunk még. Letették az alapkövet, épül a Kálai Kettős rendezvény központ Nagykálóban. Jubileum és ünnep, Nyíregyházán rendezik a Vármegyei Tűzoltónapot. Búzát szenteltek, útjára indult az idei Magyarok Kenyere program. Letették a Kálai Kettős rendezvény és konferencia központ alapkövét Nagykálóban. A városban 2007 óta nem működött művelődési ház. A fejlesztése 1 milliárd forint értékű uniós és állami támogatást nyert az önkormányzat, melyhez mintegy 600 millió forint önerőt biztosított a városvezetés. Az új kulturális intézmény tervezésénél kiemelt szempont volt az energiahatékonyság. A Kálai Kettős is felcsendült a nagykálói rendezvényközpont falai között. Az épülő intézmény a Táncballada címét viseli majd. A város számos hagyományőrző és kulturális egyesület otthona, művelődési tere azonban lassan 20 éve nincs a településnek. Az önkormányzat az uniós támogatás mellett jelentős önerőt biztosított a fejlesztés megvalósításához. Hát maga a pályázat, ugye ez már a Top Plus-ban lett benyújtva, és sikeresen, eredményesen pályáztunk, és végül is az érdemi munka az igazából januárban kezdődött el, és amit láthatják, már elég szépen halad. Ez 1 milliárd forint Európai Unió forrás sikerült elnyernünk, és ebből az építkezés nagyságrendileg 800 millió forint. Maga az épületnek az összköltsége az egy ilyen 1,5 milliárd forint körül alakul, aminek a többletforrását azt az önkormányzat saját forrásba biztosítja. Nem lesz benne annyi helyiség tudatosan, hisz ugye a fenntarthatatlanságának ez is egy okozója volt, a kihasználatlan üres terek. És ehhez képest itt egy új szemléletet, és valójában ugye a neve is mutatja, rendezvény központként az a célunk, hogy a háznak a fenntartását, üzemeltetését is biztosítani tudjuk, ezért egy ilyen új szemlélettel lényegében bárki igénybe veheti majd, és a fizetős szolgáltatásokkal tudjuk majd stabilan biztosítani ennek a háznak a működését és a jövőjét. Az ünnepélyes alapkőletételnél elhangzott Szabolcs-Szatmár Bereg egyik kiemelkedő kulturális beruházása a nagykálói Kálai Kettős rendezvényközpont fejlesztése. Nagykáló azért egy ikonikus városa Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyének, és ugye a vármegye házának is helyt adott. És rengeteg olyan érték van itt, amely egyrészt a vármegyei értéktárban benne van, köztük ugye a Kálai Kettős öröksége, vagy akár mondjuk, hogyha harangodra gondolunk, ezek mind olyan kincsek, amelyek nem csak a vármegye szempontjából fontosak, hanem úgy gondolom, hogy az identitásunk szempontjából is, határon belül és kívül. És a mai napon pedig egy alapkövet tettünk le, amely a Kálai Kettős rendezvényközpontnak az alapköve, amely egyrészt egy projektnek a megvalósulását is jelzi, amely a kultúrának az egyik fellegvára lesz a Vármegyében. Másrészt pedig azért plusz üzenettel bír, hogy azok a fejlesztési források, amelyek a Vármegyébe érkeznek, azok mind-mind olyan projektek megvalósulását segítik elő, amelyek az adott közösség szempontjából fontosak, legyenek azok kulturális beruházások, legyenek azok a helyi közösségi életet befolyásoló beruházások, egészségügy, oktatás, infrastruktúra fejlesztések, vagy pedig akár mondjuk a turisztikai fejlesztések, amelyek mind-mind egy nagy egészé, egy nagy komplex egészé igyekeznek tenni azt a vármegyei egységet, amely de mi nagyon büszkék vagyunk, akár a közgyűlésben, akár a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei értéktárban. Az alapkőletételnél a térség országgyűlési képviselője a Nagykálóba érkezett uniós forrásokat összegezve elmondta, a jelenlegi ciklusban több mint 8 milliárd forint értékű támogatás érkezik a városba. Nagy eredménynek tartom, hogy letettük a Kálai Kettős rendezvényközpont alapkövét, és egy 1,5 évtizedes vajudásnak vagyunk a végén, mert hogy az önkormányzat kiállt
az új rendezvényközpont építése mellett, és a TOP plusz pályázat 1 milliárd forintot adott a rendezvényház megvalósításához, és én díjazom azt különben, hogy az önkormányzat pedig a hiányzó 600 millió forintot hozzátette. Én ezt egy nagyon nagy eredménynek tartom, és szeretném megköszönni a nagykállói polgároknak, hogy ezt a vállalást, ezt az álmot megvalósították. Gratulálok hozzá, mi mindent megtettünk, hogy ez az álom, ez valósággá váljon. Nagykállóban az elmúlt uniós ciklusban 11 programban 3,5 milliárd forint érkezett, ugye iskola újult meg, utak épültek a településen, inkubátorház és rengeteg minden. Míg ebben az uniós ciklusban eddig 4 programban 2,5 milliárd forint támogatást nyert az önkormányzat, de ehhez jön egy RRF támogatás, ez az új uniós program, amely a felzárkóztatást és az esélyteremtést biztosítja. Ebből a budai Nagy Antal szakiskolában egy 6 milliárdos fejlesztés fog megtörténni. Ha ezt a kettőt összeadjuk, akkor Nagykálló városa az elkövetkező időszakban több mint 8 milliárd forintos fejlesztésnek a részese lehet. Gratulálok ehhez! A korábbi művelődési ház 2007-ben zárta be végleg kapuit. Az épületet ugyanis már nem lehetett biztonságosan használni, néhány éve ezért le is bontották. A helyszín ugyanaz, az új rendezvényközpont pedig modern és korszerű energetikai követelmények szerint épül. A magyar kormány energiapolitikájába beilleszkedik ez a beruházás is, hiszen a magyar kormány nagyon elkötelezett abban, hogy a magyar gazdaságot úgy tudja egyébként folyamatosan növelni, hogy közben a klímapolitikai célkitűzését is teljesíti. És ebben bizony az önkormányzatokkal közösen dolgozunk. Én tényleg örülök annak, hogy az elmúlt időszakban rengeteg önkormányzat tudott olyan beruházást végrehajtani, ahol az energiahatékonyság megjelent, és szigeteltek, nyilázárót cseréltek, de bizony napelemeket is elhelyeztek. És ezen az épületen is ez egy nagyon fontos szempont lesz, hogy napelemeket fognak majd használni. És ez azért nagyon fontos, mert mi a jövőben a zöld energiában bízunk, amelynek két rendkívül fontos pillére van. Az egyik a napenergia kapacitás növelése, a másik az atomenergia. Ez a kettő olyan energiaforrás, amelyet itthon tudunk megtermelni, ráadásul zölden, tehát ez a klímapolitikai célkitűzéseinkkel összecseng. És azért a napenergia kapacitás tekintve rengeteg mérföldkövet értünk el az elmúlt időszakban, hiszen már most meghaladtuk a 2030-ra kitűzött céljainkat. Szóval ez az épület ebből a szempontból is teljes mértékben megfelel a magyar kormány energetikai célkitűzésének, és én szívből gratulálok a helyieknek, mert én úgy gondolom, hogy amikor egy ilyen beruházás régóta várnak, ez egy óriási álom, akkor igenis ez egy olyan ünnep kell, hogy legyen, hogy mindenki az elmúlt időszakban azt, amire várt, az egyszerűen egy ilyen alapkő letétele már bizonyossá válik, hogy meg fog valósulni. Mi is átéltük ezt, szerencsén a 37-es út kétszer-két sávosabb bővítésén, mi azt vártuk nagyon, és azt gondolom, hogy Nagykálló pedig a Kállai kettős miatt is a magyar kultúra, a nemzet, a hagyományaink szempontjából egy olyan stratégiai város, amely megérdemel egy ilyen beruházást, és én kívánom azt, hogy nem csak a településen élők, vagy ne csak a településen élők, hanem a környékbeliek, illetve az ország, illetve a határon túli részekről is minél többen látogassanak majd ide, és tényleg szívből gratulálok a műsorhoz is, mert valami csoda volt, és az, hogy a legkisebbektől a legnagyobbakig tényleg ma mindenki együtt örült, szerintem ez mutatja azt, hogy mennyire fontos ez a helyi közösségnek. A Kállai kettős rendezvény és konferencia központ a tervek szerint 2025-ben nyitja meg kapuit a közönség előtt.
Idén 140 éves lett a Nyíregyházi Tűzoltóság, ennek alkalmából a Szabolcsi Vármegye székhelyen tartja tűzoltónapi megemlékezését a Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság. Az eseménnyel összekötve első alkalommal hagyományteremtő szándékkal startol el a Sztárek Ferenc tűzoltó erőpróba is. A részleteket Gerebenics Károly kirendeltségvezető és Oszlár Gábor tűzoltó parancsnok mondja el nekünk. Jó estét kívánok! Köszöntjük Önöket a stúdióban. Az, hogy annó 140 évvel ezelőtt megalakult Nyíregyházán a tűzoltóság, ez mennyire unikális volt abban az időben az országos viszonylatot tekintve? Abban az időben ettől 14 évvel hamarabb alakult meg Magyarországon a szervezett tűzoltóság. Azelőtt is voltak tűzoltósági, tűzoltási feladatok természetesen Nyíregyházán is, hiszen számos olyan tűzeset, tűzvész érte a várost az akkori építkezési szokásokból következően, ami miatt muszáj volt valamilyen tűzoltói beavatkozásokat végezni, de a szervezett tűzoltóság ebben a városban 1884-ben alakult, abban az időben rendre alakultak ilyen tűzoltó egyletek, tűzoltó egyesületek az országban, hiszen felismerték azt a szükségletet, hogy ezeket a feladatokat csak szervezett formában lehet végezni. Az, hogy szervezett formában, ez pedig azt is jelentette, hogy akkor állami fenntartással, állami finanszírozással? Ez akkor még nem állami finanszírozás, nem állami fenntartás volt. Ezek egyesületi formában leginkább az önkormányzatokhoz kötődve lettek megalakítva. Nagyon sok esetben akár az önkormányzatok tisztségviselői, adott esetben polgármesterek is részesei voltak ezeknek a tűzoltó egyleteknek. Így Nyíregyházán a város rendőrfőkapitánya lett a tűzoltó egyletnek az első parancsnoka, Sztárek Ferenc, akinek a nevét viseli jelenleg a nyíregyházi tűzoltó laktanya. És hát nem véletlenül most hétvégén lesz tűzoltó nap, mert hogy a május 4-e azért ez egy fontos dátum az önök életében. Így van. Ez a tűzoltók életében az egyik legfontosabb nap. Ugye tűzoltók számára ez egy ünnepnap. Elődeink is, hogy a védőszentjünként tisztelték, és mi is védőszentünként tiszteljük Szent Flórián rakját, ugye, akit időszámításunk után ugye 304-ben a ENSZ folyóba dobták bele, és vértanúként ugye mártírhalált halt, vállalva, ugye felvállalva a kereszténységét, illetve a katonái mellé kiállt, és olyan eseményeket tulajdonítanak ugye alakjához, tehát egy óriási tűzvész például ugye pusztította abban, ahol szolgált abban az erődben, és az ő isteni erejének tulajdonították, hogy azon sikeresen felülkerekedtek ezen a tűzvészen. Erre pedig akkor évről évre megemlékeznek, és a Vármegyében mindig más településen, és nem véletlenül most Nyíregyháza ugye a központ, a tűzoltónapnak a főszereplője, mármint földrajzi szempontból, mert ugye a 140 év. Most emlékeznek. Így van, tehát minden évben megtartjuk Szent Flórián napján a megyei tűzoltónapot, a Vármegyei tűzoltónapot, de most ennek az évfordulónak a kapcsán Nyíregyházán lesz ez a rendezvény. A rendezvényünk keretében, ahogy általában minden évben megszoktuk koszorúzni Szent Flórián szobrát a Flórián téren, ezt most is meg fogjuk tenni, május 3-án 9 órától tervezzük ezt a koszorúzást, ott egy állománygyűlés, egy rövid ünnepség keretében megemlékezünk Flóriánról, és onnan pedig a laktanyába, tűzoltó laktanyába, az ott elhelyezett emléktáblán, amit a Nyíregyházi Önkormányzat állítatott a Nyíregyházi Tűzoltók bátor és hősies helytállásának tiszteletére, ott tervezünk egy koszorúzást még, onnan pedig egy nagyon díszes felvonulást szeretnénk, a tűzoltó kocsik kíséretében, rendőrségi felvezetéssel, és hát természetesen a Nyíregyházi Szabolcs Koncert fúvószenekar zenei támogatásával. Természetesen bízunk benne, hogy az időjárás ezt engedni fogja, és akkor egy díszes felvonulást a tűzoltó laktanyától a Váci Mihály Művelődési Házig szeretnénk, hogy a városlakók is lássák ezt a ünnepi hangulatot, és aztán pedig a Művelődési Házba egy zárt körű állománygyűlést tervezünk végrehajtani, ahol pedig egyrészt megemlékezünk a Nyíregyházi Tűzoltóság elmúlt 140 évéről, másrészt pedig hát a kiváló tűzoltók közül a legkiválóbbakat elismerésben fogja részesíteni, mint a vármegyei igazgató, mint pedig nagyon sok település polgármestere
tervez ilyen elismeréseket. Tehát akkor mondhatjuk, hogy a kétnapos rendezvény, hát sorozat, ha lehet mondani, hétvégén, bizony pénteken fel fog bojdulni a város. Tehát azért a városlakók ne ijedjenek meg, hanem tudják, hogy bizony a tűzoltó napról van szó, és a tűzoltók akkor végigvonulnak gyakorlatilag az egész városon. Viszont ott van a szombati nap, az pedig már azért még populárisabb, ha jól tudom. Mert hogy lesz egy erőpróba, méghozzá első alkalommal rendezik meg ezt az erőpróbát. Így van. Itt Nyíregyházán első alkalommal rendezzük meg a Sztárek Ferenc tűzoltó erőpróbát. A belvárosba fog ez megtörténni. Ilyen még ugye nem nagyon történt, és szeretnénk ezzel mindenféleképpen tehát ide csábítani az országból a tűzoltókat, sőt még országon túlról is. Ugye Szatmárnémeti testvérvárosunkból is három fő tűzoltó el fog jönni versenyezni, és az ország minden tájáról jönnek, tehát tényleg sorolhatnánk, Barcs, Csorna, nagyon távoli településekről is bejelentkeztek, és mindenfajta kategóriában képviseltetik magukat a versenyzők, tehát létesítményi, önkéntes, önkormányzati és hivatásos tűzoltók fognak itt a Kossuth téren 4-én reggel 9-kor elrajtolni, és hát... Már szombat reggel 9-kor. Szombat reggel 9-kor, így van, és hát elég komoly erőt majd kifejteni mindannyian. Honnan jött anno az ötlet, hogy ezt az erőpróbát létrehozzák, kitalálják? Igen, ugye a tűzoltósághoz hozzátartozik az, hogy fizikailag megfelelő állóképességben legyünk, és versenyek ugye megrendezésre kerülnek, országos, nemzetközi sportversenyek, tűzoltó sportversenyek is. Ez amellett, hogy megmutatjuk kifele ugye a külvilágnak, hogy mit kell egy tűzoltónak ugye végrehajtani, mi várhat rá egy bevetésen, amellett egy óriási közösségformáló erőt is alkot, képez ezek az események. És mi már hát hosszú-hosszú ideje járunk versenyezni, és végül is régóta érlelődik ez bennünk, hogy igen, végre itt Nyíregyházán is mutassuk ezt meg, hogy mégis milyen egy ilyen tűzoltó verseny, ugye rendkívül színes kísérőprogramokkal fogjuk gazdagítani, fűszerezni a napot. Akkor kísérőprogramok, tehát egy családi napról van szó, hogyha ellátogatnak a családok, akkor mivel találkozhatnak? Hát igen, azért volt a célja ennek a versenynek a város központjában történő megrendezésére, hogy tényleg meg tudjuk mutatni a városlakóknak azt a erőpróbát, amit a tűzoltók egy ilyen versenyen végigvisznek. Viszont hozzátartozik az is, hogy számos kísérőprogramot is szerveztünk ennek a rendezvénynek a keretein belül. Tehát például 25 éves a Speciális Mentőegyesület Nyíregyházán, kelet-magyarországi speciális mentők, ők is csatlakoztak hozzánk, hogy az évfordulójukon gazdagítanák ezt a rendezvényt különböző bemutatókkal, amit meg fognak mutatni, kutyás bemutatót, illetve romok alól történő mentés és ilyen érdekes feladatokat. Ezen kívül gyereksarok kerül berendezésre, ahol a gyerekeket el tudjuk foglalni, és tényleg nagyon érdekes játékokat tudnak játszani. Tűzoltóautóba be lehet majd ülni. Tűzoltóautó természetesen ott lesznek, be lehet ülni, illetve a rendezvény végén egy látványos tűzoltó bemutatót is szeretnénk ott a nézelődőknek, nézőközönségnek prezentálni. Emellett egészségügyi szűrőbuszok is ott lesznek a rendezvényen, ezt is ki lehet használni, igénybe lehet venni. Tehát számos olyan programmal, társszerveknek a bemutató gépjárművei, illetve toborzási lehetőség lesz ezzel kapcsolatban. Tehát nagyon színes rendezvényt tervezünk, bízunk benne szintén, hogy az időjárás kegyes lesz hozzánk, és ezeket aznap meg tudjuk csinálni, és tényleg egy hangulatos családi napot tudunk hozzá varázsolni a Bennyíregyháza központjában. Beszéljünk egy kicsikét az erőpróbáról, hiszen hát jó az erőpróba, az természetesen a tűzoltóknak szól, kinek másnak, de azért gondolom a közönség is, tehát úgy állították össze a programot, hogy a közönség is élvez, áruljon már el néhány részletet, hogy milyen, vagy ez titok? Nem titok, sőt ugye kiment egy versenykiírás, versenyszabályzat az ország tűzoltóinak, sőt ugye határon túl is, és arra törekedtünk, hogy látványos is legyen, amit csinálnak majd a tűzoltók. Tehát lépcsőmászás már láttunk ott a bánkinál. Igen. Itt másról van. Így van, itt is kell majd lépcsőt mászni, a lépcsőn feljutni, egy két emeletes magasságba majd fel kell jutni, szakfelszereléseket kell ugye eljutatni a kijelölt helyszínre,
tűzoltó trabantokat vontunk be a feladatba ezzel is, hogy tényleg egy kicsit felpesdítjük majd a nézőket, hogy minél jobban szurkoljanak, drukkoljanak a tűzoltóknak, de különböző ilyen ketrecek, akadálypályák, tehát ami tényleg valós körülményekben is várhat egy tűzoltóra, át kell verekedni, küzdeni magát olyan szűk nyílásokon, bezárt helyen keresztül átjutni, ami tényleg valós helyzetet szimulál. Egy 80 kg-os bábút kell majd, ettől is én úgy gondolom, hogy ez az egyik legnehezebb versenyfeladat ellen lesz számukra. Tehát ugye 80 kilós, mint egy társmentést végre kell hajtani, abba igazán bele kell kapaszkodni, és akkor kimenteni, ugye feltételezve a társunkat a szituációból, tehát nagyon színes elemek lesznek, ami kifele nagyon látványos lesz. Közvélemény kutatások azt mutatják, hogy a legelismertebb szakma a tűzoltó szakma. Önök is ezt tapasztalják tényleg személyesen? Természetesen mind a városlakóktól, mind a civil emberektől én azt gondolom, hogy csak ezt a visszajelzést kapjuk. Elégedettek a tűzoltók munkájával, és hát mi is büszkék vagyunk a saját tűzoltóinkra, hiszen tudjuk azt, hogy nagyon magas szakmai szinten végzik a munkájukat, és nagyon nehéz körülmények között, fizikailag nagyon nehéz körülmények között kell ezeket a bevetéseket végrehajtani, úgyhogy le a kalappal a nyíregyházi tűzoltók elők, nagyon magas felkészültséggel, nagyon szakszerűen végzik a munkájukat. Mint ahogy említette, a harmadikán lesznek díj átadók is, tehát a legkitűnőbbeket díjazzák. Mitől függ valaki, hogy kitűnő legyen? Tehát milyen szempontrendszerek alapján akár? Hát ez összetett természetesen, ugye mind a szakmai felkészültsége, mind a fizikai erőképessége, és hát a beavatkozásokon történő részvétel, az ott kifejtett munkája, az nagyon meghatározó. Ezen kívül pedig az az aktivitás, amit a mindennapokba ugye plusz tevékenységként belevisz, akár a szervezetnek a elfogadtatása, formálása, közösségépítés, azok a rendezvényeken, sportrendezvényeken történő megjelenés, tehát mind-mind olyan plusz, ami kiemelhet egyes tűzoltót a többiek közül. Nagyon nehéz egyébként kiválasztani a nagyon jók közül a még jobbakat, hiszen azt gondolom, hogy mindenki megérdemelné az elismerést, de természetesen ilyenkor ez nincs rá lehetőség, hanem a legjobbak kerülnek kiválasztásra. Köszönjük szépen, hogy itt voltak, tehát május 3-án és 4-én tűzoltó nap Nyíregyházán, és várnak mindenkit sok szeretettel. Köszönjük. Köszönjük szépen. Búzaszentelő napot tartottak Balkányban. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei szervezete és a Magosz közös eseményén a történelmi egyházak képviselői áldották meg a sarjadó gabonát, amely a Magyarok Kenyere program nyitó rendezvénye is egyben. A tavalyi évben a vármegyei gazdák 510 mázsa terményt gyűjtöttek össze a jótékonysági akció során, amelyet a Kárpát-medencében élő rászorulókhoz juttattak el. A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon a vetéseinkre, és maradjon rajtuk mindenkor. Amen. A történelmi egyházak képviselői szentelték meg Balkányban a cseperedő búzát. A vármegye sok más szántóföldjéhez hasonlóan ez a terület is olyan, melynek terményeiből a határon belül és kívül élő rászoruló magyarság számára ajánlanak fel. A 2011-ben útjára indított Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program a magyar gazdatársadalom önzetlen, segítő szándékú összefogása. Rácz Imre, az Agrárkamara vármegyei elnöke elmondta, minden évben növekedik a felajánlók száma Szabolcs-Szatmár-Berekben is, az eddigi csúcsot a tavalyi év hozta. Én azt gondolom, hogy minden évben növekszik azoknak a száma, akik bekapcsolódik ebbe a Magyarok Kenyere programba, és újabb-újabb gazdálkodó társul hozzá adományaival, és növekedett ez a mi adatunk is, úgy néz ki, hogy közel 51 mázsa, 510 mázsa termény jött össze, amit itt 15 civil szervezetnek ajánlottunk fel, illetve Kárpátalján túl egy ilyen szociális otthonnak az üzemeltetéséhez járunk hozzá, anyagiakkal is, illetve ezeket szoktuk vetőmaggal is támogatni, mert ők maguk gazdálkodnak, illetve burgonyával, almával az őszi betakarítás időszakában. Mindig, ami éppen érik, ahhoz gyűjtögetünk itt a gazdálkodóktól, és egy-egy kis autóval átviszik a határon, bár egyre bonyolultabbá válik most itt a háborús helyzet miatt. Még az is, de még sikerült célba juttatni azokat, amiket a gazdák felajánlanak. Ugyebár itt is elhangzott, hogy nehéz helyzetben vannak a gazdák, illetve pontosan a magyar gabonát is erősíteni kell. Hogyan állunk ebben a tekintetben?
Hát most egy kis pozitívum talán elindult azzal, hogy ugye most már be kell jelenteni azokat az árukat is, ami nem Ukrajna felől jön, és lehet az is, hogy elfogyik lassan Ukrajnából is ezek az áruk. Most olyan kedvező híreket hallottam konkrétan a kukoricával kapcsolatosan, hogy 6200 forint vásárlási ajánlatok vannak. Én szerintem most a gazdák már úgy, hogy közeledik is lassan az aratás, ugye a tárolókat ki kellene üríteni július környékére. Ilyen értéken már el fogják adni az áruikat. Én nagy örömmel veszem, hogyha ha megmozdul a piac, és mire az aratás kezdődik, minden raktár kiörül, és bizakodó jellek mutatkoznak, hogy az mennyire lesz igaz, vagy mennyire nem, hogy az őszi betakarítási időszakában a kukorica körülbelül 8000 forint lesz. Az már az az ár, amin most, ahogy visszábestek az input anyagok ára is valamelyest, talán elfogadható lehet a gazdálkodóknak. Hála Istennek, az imádságoknak, meg a könyörgéseknek, fohászkodásoknak, ma is többször mindenkinek az előadásában ból elhangzott az, hogy igenis a gazda ember szoros kapcsolatot ápol a Jóistennel, még minden vasárnap nem is ott a templomban, mert a klímaváltozás hatásaira olyan időjárás változások jöttek, hogy vagy a szárazság, vagy a jég, vagy a fagy, mindig van valami, amiért fohászkodni kell a Jóistenhez. Most ez az eső tényleg aranyat ér, és körülbelül azt szokták mondani, a május első aranyat ér, de körülbelül ennyivel vagyunk előrébb az időjárásban. Most nagyon szépen el lehet munkálni a talajunkat, amit elvetettünk, az minden szem ki fog kelni, mert annyi csapadék azért esett. Nagyon jó sikerültek a növényápolások, a gyomítózások, mert annyi csapadék nem múlott, hogy ne lehetett volna rámenni a területekre, és nedves területre lettek kifújva a gyomítók, biztos hatásai lesznek. Úgyhogy most ez az elmúlt időszak, a gyümölcsösöket kivéve, akik nagyon izgultak itt minden éjszaka, hogy fagypont alá ne menjen a hőmérséklet, a szántóföldi kultúrák most azt kapták, amit egy gazdaember igényel. A magyarok számos területen példásan összefogtak, már különösen igaz ez az orosz-ukrán háború kezdete óta. Közülük is egyik vezető helyen állnak a gazdák, akiknek eközben gazdasági nehézségekkel és az időjárás viszontagságaival együtt kellett megteremteni a mindennapi kenyeret. Azt gondolom, hogy ez emellett a küzdelem mellett is vállalták azt, hogy a sajátjukból adnak, adnak azért, hogy a nemzet egységét összetartva, a nemzet egységét megmutatva, és a határokon átnyúló nemzeti érzést erősítve meg tudják mutatni azt, mire képes a magyar ember. A magyar ember, ha azt nézzük, fel kell, munkába megy. Bárkinek bárhol van a munkahelye, a hivatása, azt gondolom, hogy azzal, hogy felveszi a munkát és példát mutat gyermekeinek, megmutatja, hogy a magyar család hogyan gondolkodik. A magyar mezőgazdaságból élő személyek ettől többet is mutatnak, hiszen hisznek valóban Isten áldásában, Istenhez fohászkodnak az időjárás kegyeiért, és elhiszik azt, hogy egy icipici búzaszemből mekkora termés lehet, a termés következtében az őrlés után megszületik a kenyér, és ha ismerik azt a magyar népmesét, amikor a kenyér mondja, hogy tűrjél, mert tűrtem én is, képesek tűrni, hiszen eltűrik a gazdaság rajtuk kívülálló nyomásának a lehetőségeit is, az olyan politikai eseményeket, amelyeket józan gondolkodású ember nem tud befolyásolni, és eltűrik azt az időjárási anomáliát is, amelyet sokszor tapasztalunk. A kenyér a legfontosabb összetartozást szimbolizáló ételünk, a Magyarok Kenyere program pedig az önzetlenség megtestesülése. Erről már Baracsi Endre, a Vármegyei Közgyűlés alelnöke beszélt az eseményen. Ez a mai nap, illetve maga a Magyarok Kenyere program, illetve az, hogy majd búzaszentelés is lesz, én úgy gondolom, hogy példát állít mindenki elé. Nem csak itt a Vármegyében, hanem az országban és a határokon túl is. És ez a példa, ez reméljük, hogy ragadós lesz. Mert amelyről főigazgató is beszélt, az önzetlenségről, azt hiszem, hogy a mai világban az egyik legfontosabb emberi tulajdonság, amelyet gyakorolnunk kell. És a régi paraszti életben, a rendben, a paraszti élet rendjében ez mindig jelen volt. Jelen volt, mert tudták azt, hogy azt az örökséget,
azt az értéket, amelyet ők magukkal vittek és amelyet kaptak ők az őseiktől, azt nem örökül kapták, hanem ez igazából csak azért, hogy megőrizzék és továbbadják majd az utánuk következő nemzedéknek. És ezt jelképezte minden évben a vetés, és ezt jelképezte maga a kenyér is. Az elhatalmasodó nehézségek ellenére a kárpátaljai magyarok élni akarnak, ehhez pedig a gazdáknak minden lehetséges segítséget meg kell adni, mondta Jakab István, a Magosz elnöke Balkányban. Ez egy példás nemzet összefogás, mert együtt van a Kárpát-medence magyarsága, az életért küzdünk, dolgozunk, főleg ebben a háborús, ebben a feszült világban, ebben az értékeiket lábbal tipró világban képesek vagyunk arra, hogy értékeinket megtartsuk, hagyományainkat őrizzük, felmutassuk és átadjuk a jövő generációjának. Szóval én azt mondom, hogy az, ahogy a gazda nem csak fizikai értelemben termeli meg a gabonát, hanem lélekben is azonosul azzal, amit csinál, amit létrehoz. És a természet, ahogy ébred, úgy lélekben éli meg ezt a csodálatos folyamatot. Most ez az a lelkünkben való erős ünnep, ami hitünkből fakad, ami erőt ad a további munkához is, és ami erősíti a nemzeti összefogást. Szóval ugye arról is, hogy nehéz helyzetben vannak a gazdák, a júniusi választások mennyiben változtathatják meg, illetve mi a tétje ebben a tekintetben a választásnak? A tét az, hogy az Európai Unió képes-e úgy létében megmaradni, hogy közben értékeit nem adja fel. Az alapító atyák gondolatát, hogy Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. Tisztán az emberek érdekében, Európa érdekében összefogni, képviselve keresztény értékeinket, bármilyen ideológiák mentén őrültségek keletkeznek a világban. Mi nekünk meg kellene tartanunk a hitünket, szokásainkat. Én hiszem, hogy ez a választás, ez egy nagyon kemény, de végül győzelemmel kell, hogy záruljon. Ezért küzdünk, mert most eldől Európa sorsa. Ha az ultraliberális, ultrazöld oldal változatlan lehetőséget kapna, az egy katasztrófa Európára nézve. Nekünk gyakorlatilag most tudnunk kell váltani, hogy visszatérjünk a normalitás talaján, a tiszta, az alapító atyák által megfogalmazott értékekhez, az emberek érdekében működjön Európa. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorral szerdán jelentkezünk, akkor többek között PASZA fejlődésével foglalkozunk. Várjuk Önöket akkor is, viszontlátásra!